ebben a szentmisében is egészen biztos, hogy találkozni és beszélgetni fogunk a Mesterrel. Arra kérem tiszteltem püspök atyát, hogy a beszélgetésünket vezesse Isten hoztai közöttől. Köszönöm Esperes úr, Pévános atyának, Tamás atyának kedves köszöntő szavait, és köszönöm a szép virágcsokrot, ajándékot. Sajnáltam, amikor nem csak a híreket hallottuk, hogy rossz idő lesz, hanem láttuk, hogy a rossz idő megérkezett, mert tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy sokan nem mernek majd elindulni, hogy ezen a szentmisén, lelki közösségben, az imádság, a szív és a lélek egységében együtt imádkozzunk. Nagyon örültem, amikor befordulva a templom elé, láttam a Kaszap Alapítvány autóbuszát, és örömmel láttam, hogy papjukkal, József atyával együtt idén is, erre a szentmisére is megérkeztek, vállalták az útnak minden bizonytalanságát, fáradtságát és nehézségét.